ukrán, románi, szlovák projektpartnerekkel, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterekkel telt meg az egyik nyíregyházi szálloda konferencia terme. A résztvevők arról a programról tanácskoztak, melynek célja a légi közlekedés feltérképezése, valamint különösen a kisrepülés fejlesztése az érintett országok között. A hétfői eseményen szó volt az esetleges hazai beruházásokról is, eszerint a vármegyében Mária Pócs, Gáva Vencsellő, Kisvárda és Vásáros Namény közelében épülhetnek új kisrepülőterek, de tovább fejleszthetik a Balkányban már meglévő repteret is a projekt keretében. Leraktuk az alapokat tavaly nyáron, most egy kiterjesztettebb együttműködésről beszélünk, ahova igyekszünk bevonni a környező országok polgármestereit, és a polgármesterek általuk képviselt területeken létesítenének olyan repülőtereket, nyilván nem olyan repülőtérről beszélünk, ami a 21. századnak megfelel, hanem füves pálya is egy, ha jól emlékszem, 30x500 méteres pálya szükséges, ami segítségül szolgál ennek a projektnek a kiterjesztésére. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a kisrepülésben nagyon komoly kiaknázatlan lehetőségek vannak. Hozzátette, a légiforgalom fejlesztése, a személyszállítás, az áruszállítás, valamint az érintett országok gazdasági kapcsolatainak erősítése miatt is fontos. Lesznek olyan megoldandó feladatok, amelyek gyors elérést kívánnak, akkor is egy kisrepülőt igénybe venni az nem feltétlenül luxus jelent, hanem sokkal inkább a mobilitás lehetőségét ebben a térségben. Nem elfeledve persze az, hogy a nemzetközi távolsági repülés az sokkal fontosabb és meghatározó a térség szempontjából, tehát a debreceni nemzetközi repülőtérre mindenféleképpen támaszkodnunk kell, de vannak a térségben, Szatmárnémetében, Nagyváradon, Kassán is olyan nemzetközi repülőterek, amelyek a távolsági forgalomban is bekapcsolhatják Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hiszen Kassáról elrepülni egy távolabbi célpontra, vagy adott esetben Nagyváradról, vagy Debrecenből elrepülni, ez ugyancsak lehetőség jelent. Ehhez szervesen kapcsolódnának a kisrepülősi forgalmak is. A projekt teljes költségvetése meghaladja az 1 milliárd eurót, befejezése pedig 2023 év végére várható.